Ez a Fűzfa kápolnál annak a gyógynövénykertnek a központjában, amit nem régen telepített a Dunaszigeti Ökoparkban Ökoparban a Pisztránkör Egyesület. A Mosonherb elnevezésű projektben a szlovákiai Somorjával közösen vettek részt, aminek keretében az Ökoparban egy 48 méter átmérőjű speciális gyógynövénykertet alakítottak ki. Magas ágyások, amik akár kerekesszékkel is megközelíthetők. Mély múlcsos ágyások, rózsalugas, spirál alakú kivi és szederlugas, fűszerspirál, pillangó és mélegelő, rovarhotel, napvitorlás foglalkoztató. Ezek mind helyet kaptak a gyógynövénykertben, aminek telepítésében és gondozásában több mint 600 diák vett részt. Összességében több mint 600 diák volt itt ebben a projektben, több mint 30 csoport, és ők vettek ennek a kivitelezésében részt. Nyilván nem ők állították be az akácoszlopokat és csinálták a pihenőpadokat, azt egy szerződött szakember építette, de a növények, a palánták kiültetése, azok gondozása nyári két hónapos asszály idején például, ezt nagy részt diákok végezték a mi felügyeletünkkel. Barack mag, zúzott kavics, terméskövek, toboz. A bátrabbak akár mezitláb is végig mehetnek ezen a különleges knejp taposó ősvényen, amit a szigetközhöz köthető termésekből alakítottak ki. A mezitlábos taposó szintén a Mosonherb című projektben valósult meg. Emellett a Pisztenkör Egyesület részt vesz a szintén határon átnyúló ESD Duna Dunaj. Oktatás a fenntartható fejlődés érdekében a Szigetköz köz Régióban című projektben. Ennek keretében műhelyfoglalkozásokat Indítanak sérüléssel élők számára, létrehoznak egy mobil interaktív kiállítást, ami a biodiverzitást mutatja majd be interaktív játékokon keresztül, de fejlesztik a már meglévő kerékpáros flottát is, ezúttal 15 darab elbájkal. Nagyon kedvelt a, a kerékpáros flotta, az ökomobil flotta, mert most már hát több is van itt a sziget közben, viszont ennek a használata tapasztalataink szerint 15-20 25 kilométerben korlátozódik. Tehát gyakorlat nélkül kezdő biciklisek, vagy inkább idősebbek ennél nagyon ritkán vállalkoznak hosszabb utakra, holott nagyon sok látnivaló, még itt a sziget közben, picit a határon átnyúlva, gondolok Dunacsúnyra, Oroszvár vagy Pozsony, az már kiesik ebből a távolságból. És ezért gondoltuk, nagyon jó lenne, hogyha lenne egy e-bike flotta is, ahol már ez is bevállalható. A pályázatok által megvalósuló fejlesztések hasznosnak és sikeresnek bizonyulnak, a speciális gyógynövénykert gondozását és fejlesztését projekten kívül jövőre is folytatják majd. Az ESD Dunadunai projekt várható befejezése 2023 tavasza.